bizonyítottam magamnak, meg sokaknak, hogy mindenhonnan vissza lehet térni. Tapam! Igen, csak a jobb bal kéz ide jöjjön vissza az arcodhoz. Egy, kettő. Hogy előre dőlsz kerekát. Számomra ez egy oázis egyébként, amikor így bekanyarodok a Dózsa György 53-ba, és akkor fölnyitódik a sorompó, akkor ilyen felélegzem, hogy de jó itt lenni. Sokkal gyors, megcsíped! Ez az, ilyen gyors legyen a vége! Annyi jó lehetőségünk, és tényleg olyan akkora támogatást kapunk minden szinten a Honvédtól, hogy én úgy gondolom, hogy az országban nagyon kevés ilyen szakosztály van, akik ilyen feltételekkel rendelkeznek. Bal jobb, bal horog, bal jobb, bal felütés. Ezt variálod. Már olyan tapasztalatokkal rendelkezem, mint viszonylag kevesen, és én azt nagyon szeretném átadni a fiataloknak. És átolálig megy a kéz. Úgy, és vissza. Igen, legyen egy pici szünet. Egy, két, négy. A BHSE fiatal ökölvívói tehát a legjobb kezekben vannak. A box mellett pedig ezúttal arra is lehetőségük volt, hogy kicsit közelebbről is szemügyre vegyék edzőjük, Balzsai Károly világbajnoki jövét. Sőt, a legszerencsésebbek a magasba is emelhették. És tartsd ide fölülre, hogy elbírod? Vigyor! VBA-nak a világbajnoki öve, ez a legrégebbi világszervezet, és az ő címere van rajta, ugye egy földgömbet, meg egy koronát, királyságot, ugye az jelképez. Ne tapizd össze! És ha rád rakják, vagy után, hogy bírod el? Azt elbírod olyankor. Ezt az édes terhet Balzsai Károly többször is megtapasztalhatta a pályafutása során. Első nagyközépsúlyú világbajnoki címét 2009. január 10-én szerezte meg az orosz Denis Inkintől. Nem tudom visszanézni egyébként a meccset, mert annyira fölzaklat és annyira elfáradnék benne, hogy mondtam, hogy mai napig nem néztem meg az utolsó egy menetet vagy fél menetet, illetve utána azt a néhány perc ünneplést, azt megnéztem egy párszor. Amikor kicsit rosszabb kedvem van, akkor megnézem, és akkor egy picit úgy helyre tesz. 3 évvel később ismét átélhette, hogy milyen világbajnoki címet nyerni. Donyeckben az imént bemutatott övért zajlott a küzdelem. Ez az az öv, ahol ugye másodszor világbajnok tudtam lenni, tehát vissza tudtam kapaszkodni a legmélyebb hullámvölgyből a csúcsra. Ukrajnában egy veretlen ukrán ellen kellett nekem boxolni a saját szülővárosába, de akkor azt gondoltam, hogy ez az utolsó lehetőség, nekem vesztini valóm nincsen, mindent beleadtam a felkészülésbe, aminek az utolsó 10 napja volt egy kicsit rögös, mert ugye egy hatalmas repedés keletkezett ugye a szemem fölött, és először gondolkodtak is, hogy le fogják fújni a meccset, én megmondtam, hogy nem. Hogyha így engednek engem boxolni, néhány öltéssel ugye a fejembe, akkor én boxolni fogok, mert ezt a lehetőséget, ezt én megkaptam, én ezt nem fogom elengedni, és élni akarok vele. Ott volt a családom, ott voltak édesapámék, és a feleségem kihozta a 2 pici gyereket, és ott tologatta a játszótérre őket, mert annyira picik voltak, és ott voltunk a csapatommal. És a bevonuláson ugye nem az én bevonuló zenémet tették be, hanem egy teljesen más zenét, és mondtam, hogy én nem indulok el. És akkor az ukránok mondták, hogy de el fogsz indulni, mert megy a tévé. Mondom, én nem fogok. Mondom, amíg az én bevonuló zeném nincs, addig nem. A profi filmzenének egy ilyen felgyorsított változata volt, és nagyon a legtöbb meccsemet ugye abban vívtam. Amikor kikaptam, akkor változtattam. És kint Ukrajnába sétáltunk haza, és volt egy zenélőkút. És borzasztó érdekes egyébként, kiráz a hideg most is, mentünk el mellett, és megszólalt a profi zenéje. És így álltunk a német barátommal, a Zvikével, hogy úristen, nekem akkor erre kell bevonulni. Tehát hihetetlen volt, és akkor előkerestem gyorsan azt a saját CD-met, ami ugye volt az eredet, és akkor odaadtam az ukránoknak, hogy na, ezt tegyétek majd, amikor vonulok. 2012. április 21-én a Serini gálán megvédte világbajnoki címét, ami egyben az utolsó profi ökölvívó meccsét jelentette. 2013. februárjában ugyanis bejelentette, hogy befejezi sportolói pályafutását. Amit a profi ökölhívó pályafutásomból ki lehetett hozni, én azt kihoztam. Tehát én borzasztó elégedetten és sikeresen tudtam abba adni az ökölhívást. 12. menetben fél perc volt hátra, amikor befejeztem a mérkőzést, tehát egy elég jól, dramaturgiailag elég jól felépített valami volt, nem volt szándékos, tehát ez nagyon jól sikerült.
Itt még nem tudtam, de ez volt az utolsó profi ökölvívó mérkőzésem. És itt a Michel Team edzőmnek a kezébe adtam az övemet, mert ugye Schwerinben él, és ő ott is született, és ott dolgozik most is, és ezért úgy gondoltam, hogy hát ez az ő saját közönsége, és itt megérdemli azt, hogy ő is végig sétáljon, és megtapsoltattam gyakorlatilag a saját hazájában a közönséggel, hogy igenis ő egy sokszoros világbajnok edző. 27 meccséből 25-öt megnyert, ebből 18 KO-val ért véget. Hihetetlenül élveztem minden meccsemet, mert azt éreztem, hogy én otthon vagyok, és akkor na, ez az enyém. És nagyon élveztem a profi ökölvívásnak a világát. Élete legfontosabb meccse viszont 2014-ben kezdődött. A kétszeres világbajnok ökölvívónál ugyanis nyirokrákot diagnosztizáltak. Derült égből villámcsapás, mert az ember azért, amikor diagnosztizálják egy ilyen betegséggel, azért egy ilyen életút után azért az sokként éri. A feleségem óriásit küzdött, a gyerekek nagyot küzdöttek. Most nem azt mondom, hogy maradandó károkat, de azért még mindig érezni a hatását annak, ami ugye itt a hosszú évek alatt a család keresztül ment. Amikor az első körben voltam, akkor ugye amik ők nagyon picik voltak, és próbáltunk így a nyelvükön, hogy most apa beteg, de majd túl leszünk rajta stílust. Nem is értették igazán az egészet, aztán amikor 3 év múlva visszajött, akkor ők már nagyobbak voltak, akkor elmondtuk neki, hogy igen, ez van, ez lesz, apa így fog kinézni, be fogok menni hetekre, akár hónapokra is a kórházba. De ha minden jó lesz, akkor megyünk Olaszországba egy nagy vidámparkba, és akkor utána azzal lezárjuk ez egészet. Egyébként meg is csináltuk, úgyhogy el is mentünk, úgyhogy én őket sajnáltam igazán, meg aggódtam a családért. Ugyanúgy, mint amit egy profi felkészülés, így beláltam és csináltam, és mondtam, hogy terveztem a jövőt. Tehát én mindig ebbe kapaszkodtam, hogy én tervezem a jövőt. Bazsai Károly szerint az ember sokat tanul ilyen helyzetben és átrendezi a polcokat, már ami a fontossági sorrendet illeti. Az első helyen természetesen a család áll, de persze a sport is megkerülhetetlen része az életüknek. Mi a sportban élünk, tehát az egész családom, ugye a feleségem, ugye ő a Kásibe szertornázó, a lányom, a nagyobbik, ő ott szertornázik a Hanna, a kicsi öt tusázik, igaz, hogy még csak két tusa, meg ugye lézárán van, de mi nekünk a Jászmin, de nekünk a sport az életünk, tehát mi gyakorlatilag 0-24 órában elkörül forul, mindent elköré szervezünk, az egész család emögé állt be, és a sport meg maga az ökölvívás az ami életünk része.